Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz. Még mielőtt belekezdenék elmondani, hogy miről fog szólni ez a videó, hogyha a címből nem derült volna ki, ugyanis fogalmam sincs, hogy hogy lehet jól megfogalmazni, hogy mi fog itt most történni, szeretném nektek elmondani, hogy tegnap este megszállt az ihlet, és kitaláltam, hogy önbarnítózni fogok, mert mi mást is csinálhatnék igazából. De sajnos a rengeteg és annál is több kézmosás miatt hiába hidratálom a kezeimet, olyan szárazok, mint a fene, és hát igen, ötször sötétebb lett a kezem, mint a karom többi része, úgyhogy narancssárga kezekkel fogunk neki ennek a videónak, de ez nem fog megállítani semmiben, és a mai videóban egy random kalkulátor segítségével összeállított sminket fogunk csinálni. És hogy ez hogy is fog kinézni? Természetesen kelleni fog hozzá nekünk egy szivárvány paletta, ami nekem csak a James Charles-os van, úgyhogy ezt a palettát fogjuk hozzá használni, és a Google random szám generátorát, és ezzel fogjuk igazából összeállítani azt a négy színt, talán lehet, hogy ötöt, amivel el fogunk készíteni ma egy sminket, és karantén. Ja, az az igazság, hogy azon kapom magam, hogy folyamatosan ugyanazokat a színeket használom, és nem kifejezetten szeretek új dolgokat kipróbálni, és ha már van egy ilyen csodaszép szivárvány palettám, arra gondoltam, hogy kipróbálom a benne rejlő színeket, és lépünk még egy fokot, és össze-vissza fogunk válogatni. Úgyhogy itt van a paletta, 39 szín van benne. Kicsit átcsúszok erre az oldalra, ide teszem mellém a palettát, hogy lássátok, hogy milyen színeket fog nekünk kiválogatni. Ez a fantasztikus kis generátor, ahova beírtam, hogy a minimum az az 1, nyilván, maximum pedig 39, és teljesen random módon már meg is van az első színünk, ami a 28-as lesz. Számokat fel fogom írni egymás után. 23, nagyon jó. Fogalmam sincs, hogy melyik-melyik, azt azért hozzátenném, de valószínű, hogy jelenleg kékes-lilás régióban mozgunk. Bár mondjuk ti ezt eddigre már tudjátok, mert mutatja a kis kép mellettem. Következő a 17-es. Majd a 28-as megint az nem játszik, akkor 25-ös. És az utolsó a 19-es. Uhú! És így, hogy a számaink igazából megvannak, és ti már tudjátok, hogy milyen színek lesznek, én még nem, gyorsan szembesítem magam a feladattal. Megnézem, hogy milyen színekkel dolgozhatok a mai napon, kicsit közelebb hozzak titeket, és el is fogjuk kezdeni a sminket. És most, hogy ennyire szuper közel vagytok, innen szeretném nektek elmondani, hogy rájöttem, hogy közelében sem voltam azoknak a színeknek, amiket igazából megkaptam. Fekete, fehér, egy bézses szín, egy zöld és egy kék. Hogy ebből mit fogunk kihozni, azt még nem tudom. Viszont azt, hogy hozzá kell kezdenem, azt érzem, nem tudom, hogy mi lesz belőle. Azt hittem, hogy izgibb színeket kapok, és talán összeillőbbeket. Ez nem jött össze, de hogyha szeretnétek, hogy kipróbáljak még egy kört ebből a kis játékból, talán mondhatjuk így, akkor dobjatok a videó végén egy hatalmas lájkot nekem, ezzel jelezve, hogy szeretnétek, hogy legyen még belőle rész, és más színeket is kipróbáljak, úgyhogy kezdjük el. Első lépésként a P. Louis 05-ös árnyalatával fogom lealapozni a szemhéjamat. És ha ezzel megvagyunk, nem tudom, mit csináljak. Szerintem az első lépésem mindenképpen az lesz, hogy ezzel a bézses árnyalattal fogok csinálni valami egységes alapot, úgyhogy úristen, remélem nem rontom el. Tehát arra gondoltam, hogy ide először elkezdem felvinni ezt az egyébként kicsit citromsárgás színt, kicsit cicásan. Tudom, nem tiszták az ecseteim. Na Mártana,
leülnöm és kicsit mindent igazából kitisztogatni. Nem mintha nem lenne egyébként rá időm, de értitek, na. Ezt gondoltam alapnak. Lehet, hogy nem jó ötlet, de valahogy ebből a, hát igazából három normális színből, mert a fekete és a fehér az nem kifejezetten szín. Talán ez volt az első és az egyetlen dolog, ami eszembe jutott. Nagyon fúj egyébként a szél. Tegnap este óta nagyon fúj a szél. Ja, ez volt az időjárás jelentés tőlem, hogyha valakit érdekelne. Írjátok már meg kommentben egyébként, hogy milyen így a kamera. Most először raktam ennyire közel, konkrétan elérlek titeket, és szerintem így sokkal jobban fogtok mindent látni, viszont egy kicsit fentről vesz, úgyhogy írjátok meg, hogy tetszik-e, vagy nem. Most pedig megpróbálom ugyanezt a színt a mélyítő vonalban egy kicsit erősebben is feltenni, bármivel ez egy pasztelszín, így kételkedek benne, hogy ezt valóban meg lehet tenni. Igazam volt. Oké, tovább léptem, és most, hogy van egy nagyon lightos, citromsárgás, pasztelles valami itt a szemem felett, nem tudom, hogy mit csináljak. Szerintem elkezdem felvinni a zöldet, úgy gondolkozom, várjatok. 1 hour later. Eszembe jutott valami, ami talán megmentheti a helyzetet. Ez a zöld, amivel dolgoznunk kellene, és arra gondoltam, hogy ezt elkezdem a mélyítő vonalban felvinni, szinte csak árnyéknak. Nem is kifejezetten számít most, hogy milyen színről van szó. Ha sikerül úgy megcsinálni, ahogy a fejemben elképzeltem, akkor nem itt lesz lényeges, hogy zöld eldolgoztam. Kicsit itt eldolgozom felfele, de szeretném, hogy megmaradjon az a kevés sárga, ami látszik. Oké, eddig nem rossz, nem mondom, hogy világbajnok, de lehetne sokkal rosszabb is. És amire gondoltam, ezt a kéket, ami a következő szín, elkezdem ide felvinni. Úha! Egyelőre úgy néz ki, hogy ez elviszi a bulit. Nem volt jó ötlet ez a videó. És utána elkezdem eldolgozni. Felül egészen bele a zöldbe, amennyire lehet láthatatlanra. Itt pedig egy nagyon-nagyon kicsi kék alapot adva majd a következő színnek, ami a fekete lesz. Azt hiszem, valami ilyesmire gondoltam. Most jön a legkeményebb rész, ami a fekete színünk lesz, és igyekszem ezzel nagyon-nagyon óvatosan csak a külső részét a szememnek egy kicsit kimélyíteni, és talán egy nagyon picit, sokat mondom, hogy nagyon, behozni, mintha tus lenne, de csak egy picikét. Majd a sarokba eldolgozom, de nem túlságosan, ugyanis szeretném, hogyha nem lenne teljesen elmosódva ez a sarok, csak egy kicsit úgy egybeolvadna. Oké, van egyébként egy ilyen kis, hát nem tudom, ilyen kis szivacska ez, így néz ki kivéve, így pedig, hogyha be van rakva a kis helyére, ecsettörlésre van, és ahhoz, hogy a feketét és a kéket itt el tudjam viszonylag szépen dolgozni, fel kellett vennem új színeket, nyilván ugyanazt a feketét és ugyanazt a kéket, de azután, hogy leütögettem, egy picit belenyomkodtam ebbe is, hogy a lehető legtöbb felesleget levegyem róla, és csak nagyon-nagyon finoman elkezdtem elsatírozni. Ez is egyébként AliExpressről van, nagyon régen rendeltem már, de ecsettisztító eszközöknél igazából biztosan megtaláljátok, hogyha érdekel titeket. És azután, hogy elsatíroztam ezt az egész fekete-kék-zöld dolgot, elég kevés maradt a sárgámból, úgyhogy arra gondoltam, hogy egy lehelletnyit megpróbálom visszahozni, és átmegyek
a szemöldök csontom alatti részen, úgy, hogy ne nagyon nyúljak bele abba a satírozásba, amit egészen eddig csináltam, mert azért szeretnénk, hogyha egy picit legalább megmaradna ez a sárga. Most pedig vissza fogok még jönni ide a kékre, és visszaütögetek egy kevés kékséget, mert a satírozással kicsit elment a színe. Egy nagyon picit rámentem a feketére is. Most pedig eldolgozom itt a kék szín elejét. Nem szeretném, hogy itt éles vonal maradjon, annak ellenére, hogy azt tervezem, hogy ide fehéret fogok feltenni. Vagy jobb lenne, hogyha a zöldet tenném? Hogy néz neki? Teljesen más a kettő. Ezzel elég sötét lenne, ezzel meg nagyon kék, de arra gondoltam, eredeti terveimben az szerepel, hogy fehéret teszek egész a belső sarokba és a belső negyedre, és zölddel fogom kihúzni hát a háromnegyedéig az alsó szempilletövemet, és feketével egybe mosom. És hogy őszinte legyek, ez tűnik a legjobb ötletnek, mert a zöldtől, hogyha azt felülre raknám, akkor szerintem túl sötét lenne, azt pedig nem szeretném. Úgyhogy most teszek fel még egy kis P. Louis base-t, hogy a fehérnek legyen mire tapadnia, és amennyire lehet vakítson. Most egy sokkal kisebb adagot vettem, mint az előbb, és sokkal célzottabban fogom feltenni. És ami nagyon fontos, hogy a kékkel elkezdjem összemosni, és sehol se legyen éles vonal. Majd ha ez a rész megvolt, akkor egész egyszerűen felütögetem a fehér színt. Sehol se hagyok túl éles vonalat. Valami ilyesmire gondoltam. És még egyszer utoljára a P. Louis base-ből nyomok ki egy keveset, és mivel egy csillogós színt szeretnék használni, így az alsó szemhéjamat is le fogom primerezni. Egész végig a szempilletövembe azt a részt, ahova szeretnék tenni festéket, és szeretném, hogyha nagyon erősen ott is maradna. Úristen, de ilyen nézek így. És most jöhet az egész szemhéjamra a csillogós zöld szín. Nagyon szeretem a zöldet. Még nem tudom eldönteni, hogy ezzel a színkombinációval jól nézek ki, de imádom ezt a fajta zöldet a szememen. És úgy gondolom, hogy a két sarokba egy ilyen picike feketét szeretnék tenni, hogy össze legyen kötve a felső szemhéjammal. És azt hiszem, hogy ezzel el is készült a színes szemhéj sminkem, amit a random számok választottak ki nekem, de itt még nincs vége. Ugyanis van itt nekem három pillám, ami mind a három veszettül nagy, de brutálisan, és soha nem tettem még fel őket. És mikor is lenne rá jobb alkalom, mint itthon karanténba, amikor a random számok választák ki a sminkemet, és arra gondoltam, hogy a számok választák ki a szempillámat is, úgyhogy jól figyeljetek. Ez lesz az egyes, ez a kettes, ez pedig a hármas műszempilla, és előveszem újra a kis számítócuccom, minimum egy, maximum három, generálás kettő. A mai szempillánk ez lesz. Úgyhogy gyorsan kispirálozom a szempilláimat, felteszem a pillát és a rúst, és jövök is vissza. És ezzel el is készült a teljes smink, rajtam van a szempilla, ami meglepő módon egyébként nem is olyan durva és nagyon tetszik. Rajtam van a rúzs is, amit biztosan kérdezni fogtok, úgyhogy már most elmondom, hogy a Kylie Cosmetics-es Kylie szájceruza van a számon, és ez a Nude karajás rúzs, ami folyékony rúzs, 19-es számú, az egyik kedvenc nude
matt rúzsom. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm nektek, hogy itt voltatok velem ebben a videóban. Remélem, hogy tetszett és szeretnétek még ilyet, mert szerintem nagyon jó buli volt. Úgyhogy ha tetszett, akkor nyomjatok rá egy hatalmas lájkot, iratkozzatok fel, ha még nem vagytok, nyomjátok be a kis csengő ikont, hogy mindig kapjatok értesítést, hogyha töltöm fel nektek az új videókat. És természetesen kövessetek be Instán is, az Insta nevem mindig lent van a leírásban. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem. A következő videóban találkozunk. Sziasztok!